szűzböklő nyár volt, a mobszinte lángolt az ég tetején. Ott kinn a parton nem volt már senki, csak te meg én. Kezed kezemben, lángjó szívünkben, és jól tudtuk már, hogy minden szép lesz, hogy minden jó lesz, ránk boldogság vár. Hogy gyönyörű szép, úgy ragyog az ég, és kék a tenger. Míg tüzel a nyár, ránk sokkalan vár, boldog az ember. A szerelem él, és oly csoda szép, mesés az életünk. És tudjuk mi jó, a dalrólunk szól, örök él velünk. Elmúlt a nyár, és már múlik az ősz is, és eljön a tél. Van abba jó, és hull a sok hó, és minden fehér. Az ember vágya menni a nyárba, a sok kaland vár. Oly szép az élet, és olyan jó vélet, ha itt van a nyár. Hogy gyönyörű szép, úgy ragyog az ég, és kék a tenger. Még tüzel a nyár, lám sokkalad vár, boldog az ember. A szerelem él, és oly csoda szép, esés az életünk. És tudjuk mi jó, ha darolunk szól, örök él velünk. És nem élem túl, elszakad bennem egy vékony húr. Éreztem egy árnyék, a szívemre hull. Ó, én nem tudom, hogy miért, de páratlanul ért, hogy egyszerűen itt hagyott, és vissza sose tért, hiszen 24 évig csak nevetett rajtam Elis. 24 éve a szomszédomban él, s én hallottam a lépteit, ha este hazatér. Ó, most hova jársz, mit csinálsz, kire vársz, drága Elis? Még gyerekek voltunk, s azt hittem én, más nem is él e föld kerekén, mint csak Elis. És szerelmes voltam, és nem érdekelt az, hogy ő rám sosem figyelt. S egyre csak vártam egy kicsinke jelt. Ó, én nem tudom, hogy miért, de páratlanul ért, hogy egyszerűen itt hagyott, és vissza sose tért, hiszen 24 évig csak nevetett rajta, mert
láttam a lépteit, ha este hazatért. Ha most hova jársz, mit csinálsz, kire vársz, drága elég. Szeli most itt van, és engem kíván, szerinte sosem jön vissza tán. Nem jön Elis. Egy hatalmas kő van a szívem helyén, én bántani Szelit nem szeretném. De tudod, Elisre várok én. Ó, én nem tudom, hogy miért, de váratlanul ér, hogy egyszerűen itt hagyott és vissza sose tér, hiszen 24 évig csak nevetett rajtam. 24 éve a szomszédomban él, s én hallottam a lépteit, ha este hazatért. Ó, most hova jársz, mit csinálsz, kire vársz, drága Elis? Ó, most hova jársz, mit csinálsz, kire vársz, drága Elis? Estét kívánok a kedves nézőknek! Sok szeretettel üdvözlöm a Szóla Tandori című műsorban, vagy ahogy korábban, meg ma is hívjuk ezt a műsort, hogy Zenesarok. Ezt nem tudtam, csak gondoltam, hogy Zenesarok címmel. Ez egy sorozat volt talán régen. Elég régen, van annak legalább háromnegyed éve, hogy utoljára... Akkor érthetően ez a cím, nem emlékszem a cím. Utoljára itt milyen voltál önnálom. Kérdezel, épp válaszok, ennyit tudok. Mondhatok két mondatot ezekről a dalokról? Vagy nem, inkább jobb, ha nem beszélek. Drágaság. Te döntésed ma minden. Kérdeztem. Most beszéltél előbb a nejeddel. Igen, így van. A Katival. Hogy? És nézi otthon a műsort, és nézi arra gondoltam, hogy osszuk ki akkor a műsor elején a szerepeket. Az jó. Ez jó ötlet. Legyen egy olyan dolog, hogy állapodjunk meg abban, hogy én kérdezek, viszont nem énekelek, te nem ez kérdezel, jó, nem. És akkor viszont énekelni fogsz. Na, mi végig? Ehhez a, hát nem végig, 10 óráig. Egyetértek. Jó az ötlet. Jó az ötlet? De olyan, mint a többi. Jó, rendben van. Sándor, egyszer még ismerkedésünk hajnalán, igen, ez valamikor... Emlékszem, talán jó pár éve. Lehet, hogy tudod mikor. Igen, csak közbeszóltam, bocs. Nyugodtan tudom, hogy te kérdezem. Nyugodtan szólj közben. Csak segíteni. Sőt, kérdezhetsz is magadtól, ha gondolom. Tőled? Nem, magadtól. Ja, magadtól. Hát, ha felteltem a kérdést, akkor hát van értelme, ha nem, akkor csak gondolok rá. Na, milyen kérdést tennél fel magadnak? Hát például elsőnek, de a te helyedbe. Majd le fogom szinkronizálni. Mondd a kérdést, örülök, hogy jöttem, akkor... hogy az engedélyt te adtad, tehát hívtál. A többi a te ügyed, hogy milyen lesz a műsor, mert te vagy a műsor szerkesztője, ugyanúgy vezetője, te döntesz mindenben. Tehát igyekszem teljesíteni, amit te hitalasz. Ez Tandori igaz? Sándor, ez igaz. Tandori Sándor a vendég, kérdez, a vendég kérdez, fordítva és legyen. Mi megteljesítjük, de kérdezz ezt tőlem is nyugodtan, szóval... Hát először azt kérdeztem, hogy meséld, mondja, de válaszolj arra a kérdésre, nem magadról kérdeznék, hanem... Találkoztunk, ez jó általában, jókat szoktunk beszélgetni, ezt a néző nem baj, ha tudja. Én egy vidáman műsort terveztem, jöttem örömmel, aztán a többi tőled függ. De tőle akkor megkérdezheted nyugodtan, hogy miért is találkoztunk. Arra például szívesen válaszolnék, de nem kérdezted meg eddig. Ez humoros, hogy kicsit humort is szeretnék. Jó. Egy kicsit olyan lazábban. Én erre gondoltam, szóval a többi... Amikor még kislányok voltunk, hát 8 vagy 10 évvel ezelőtt, és először találkoztunk, akkor valahogy kicsúszott a számon, hogy művész úr, és akkor kikérted magadnak, hogy te nem vagy művész. Én Sándor vagyok, azóta sincs művész az a kérdésem, hogy
Miért nem akarod, hogy művész úrnak szóljon? Ez egy olyan kérdés, hogy soha nem hangzott el. Hát azért te elfogadom, ha annak szólítanak, csak utána hozzáteszem egyébként Sándor a keresztnevem. Ennek oka van. Egyrészt nem ők azon a szinten, de sokan így szólítanak ma is. Nem sértődök meg, csak éppen nem tartom magam művésznek, de bizonyos értelemben igyekszem jól énekelni. Ennyit tudok. De ezt csak úgy hívják, hogy interpretáljuk azt a dalt, amit egy zeneszerző, akit én fontosabbnak tartok a dalaimban, a zeneszerző nagyon fontos. És ha néha mondom a nevét, az nem véletlen, mert ez egy tisztelet jelen, meg illik is bemondani ezek. Ő a fő. Én csak előadom, és próbálom kitalálni, hogy mire gondolt, amikor ezeket a hangokat leírta. Azért szoktam a zeneszerzőn, de ettől még nem ők művész. Ha valaki úgy érzi, és komolyan mondja, akkor viszont azt mondom, hogy köszönöm, hogy így szólít. Szerinted... Érted a dolgot? Tehát nem tartom magam művésznek, nem vagyok a csúcson, érthetően. A 14 évet kihagysz ebbe a tanulásba, fellépésbe, például gondold végig az életem. Én nem vagyok művész, már a táncdalban sem. Akkor hadd mondhassam azt, hogy Sándor végig egyébként úgy szólítasz, ahogy érzed. Mindenki úgy szólít, ahogy érzi, gondolom. Jó, akkor megengedem, hogy Sándornak hívjalak? Sőt, akkor kértem talán, ma is az vagyok, ugyanaz a nevem, Tandori Sándor. És akkor magamat már népszerűsített. Kit tartasz művésznek egyébként? Mondjak neveket, mert ma nem szeretnék neveket. Nem mondjál, általában. Nem, aki elérek bizonyos szintre, és én azt érzem, hogy felnézek rá, az a művész. A szakmai értelemben meg, aki elért a lehetőségei, mert mindenkinek vannak, nekem már nincs sok lehetőségem, ezt hozzáteszem, ez humorosnak is feltett, de elmondom, hogy nincs sok lehetőségem. De sokunknak van, szerint sok művész van Magyarországon, legyen az festőművész, legyen író vagy akárki. Én azokat tartom művésznek, a lehetőségeink belül eljutott, hát a mi adottságaink vannak, az meghatározó. Ha abban eljutnak a csúcsig, már így fel... Más volt ez régen, azért kezdtem hirtelen, szinte beszédzavarom letettől a kérdés, ki a művész. Hát az aki tényleg jól csinálja, mit csinál. És jól érzi magát, és szeret énekelni, írni, meg festeni. Ez függetlenül, hogy ki mit csinál. Vagy akár szakmunkásként elér, az is számomra bizonyos értelemben átvitt, hogy művésznek tartom már a szakmáján belül. Válaszolt? Nem tudom, hogy válaszoltál. Válaszoltál, csak én hadd kérdezzem meg azt, de kérdezz tovább. Hogy persze, akkor mi a különbség a művész és a nem művész között? Azért de hozzáteszem... Például, például miért nem vagy művész, más meg művész? Azt más dönt, mindig más dönt. Egyrészt, aki ért a zenéhez, ért a hangokhoz, ha végignézel a mai zsűrik tagjait, akkor válaszoltam a kérdésedre. A mai zsűri tagjai mások, más néven szerepelnek. Egyes műsorokat nem nézek be, valami, nem is hallgatok. Azért, mert nem szimpatikus a zsűr. Tehát én nem őket ültettem volna oda, és bízom benne, nem sértő szándékkal mondom, jó indulatulag, de igaz volt. Amikor én elkezdtem énekelni, én nem hiszem, Bágya András, talán Pernye, András, ebben nem vagyok Bernye, de egy zenekritikus volt, de ismerted. Egy ilyen kis alacsony ember. És még egy, talán Balassa Péter Tamás, lehet, hogy nem ő, és Dobsa Sándor zongorázott. Igen. Elhiszed, hogy ez a négy ember művész volt. Ma más a zsűri. Tehát mondtam egy példát. De mitől volt? Az egyik művész volt, mert elért a csúcsra. Már számomra értékben. Mit jelent, hogy elért a csúcsra? A lehetőségeim belül elérte azt a maximumot, amit szeretett volna csinálni. Tehát jól csinálni, és fel is néztünk rá akkor, és öröm volt, ha látok egy művészt, Széchy Pált, akár Porr Pétert, Kordát, akár melyiket, azok művész urak voltak. Ellenben, ha engem látott valaki, még nem láttam a csodálatot. Te csak, de ha én Sanyi bácsi vagyok valakinek... Te csak maradsz Sanyi? És van Gyuri bácsink, ha végig gondolod. Ma már másképp szólítjuk ezeket. Szinte furcsa is, amit kérdezel, hogy ki ma a művész úr. Nincs művész. Itt van Gyuri bácsi, meg Pista bácsi, meg ez nekem olyan fura.
Tehát nem, számomra öröm ebben volt, hogy szakmában, látok két igazi művészt. Ebben a szakmában vannak Gyuri bácsik. Hát ez is egy szakma, vagy, van. Hogy ne lenne szakma? Konkrétan persze. Meg tudnám, nem ki? Mondom a nevét, kitaláljátok ti. Hogy ki kire melyik Gyuri bácsra gondolsz? És ez nekem olyan furcsa. De még egyszer mondom, öröm volt, ha láttam egy embert, aki ilyen nagy művésznek tartta, egy szubjektív érzés. Tartottam én. De már másodikban, és ezt a művész urat úgy, egyes emberek, vagy akár gyerekek úgy hívják, hogy Gyuri bácsi. Ez egy konkrét személy. Mindenki tudja, kiről beszélek, hisz hát egy híres, tudom. De akkor megmondom, segítek. Segítség, nagyon jó hangja segítség. Van. Szeret mást is csinálni, de ahhoz is nagyon ért. Még mindig nem tudod, akkor még segítek. Akkor ki még fogod segítség. Találni? K-val kezdődik a neve. Talán nem titok. Egyik legjobb hangú énekesünk volt, hát eszemben és van tényleg Gyuri bácsi hívják, és ez nekem valahol szomorú. Szóval a művészre felnézek, öröm, ha látom, én szubjektív véleményem az, azt tartom művésznek. De a Korda sok gyerek... művészünk van, rá gondoltam. De, mi, de ő nem Gyuri bácsi, hanem művész úr. Érted a kettő közt a különbség? Biztos értem. De mitől nagyobb művész, mint a Sanyi bácsi? Mint én? Mint te. Fogalmaz mert meg a saját, nagyobbak saját voltak a lehetősége, a saját, azt csak azt mondom, hogy több, nagyobb lehetősége, több lehetősége volt, nem tudom mi a jó, hogy értsed, mennyiségben is több lehetősége volt arra. Eleve úgy tudom, hogy az Oriban kezdett az ország, nem az Oriban, de nincs mindig, de ez egy más világ. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki hol kezd énekelni. Én például volt egy operes énektanárom, attól nem lettem opera énekes, mert nem arra vagy, van tehetségem, nem az opera, az is egy műfaj. Szereted egyébként az operát? Szeretem és hallgatom is, tehát a híresebb opera. Kiket szeretsz? Hát, operáról viccesen mondom, Brahms operáit nem, egy sincs, jut eszembe, ez visz volt. Tudom. Vigynek az Mozart operáit, például nagyon szeretem, meg könnyedek, meg franciások, meg lazzák, meg vidámok, szeretem. Ha van egyáltalán, talán tudsz kettő, nem járok az operába. Miért nem jár? Azt viszont, ha színészkedik, természetesen eljátsza, és jól, és vannak operaénekeseink, akik nem jól játsszák el, de próbálják eljátszani. Ez két, megint két kategória. Uh-huh. Azt kérdezi a hallgató, időnként szívesen ötször, ami nekem tetszik, mert az sláger lett azóta, az nem járok operába. Nem is járt régen, a kérdés. Régen jártam, régen koncertekre is járt. Hát így szerettem meg a zenét. Mondok egy példát, amiben talán neked... Melyik együttes szerettem? Talán nem voltál ott. Meg zenekar? Hát úgy kezdtük, hogy Illés, Metro, Omega. Igen. De akkor született, az előszülettem. Na, mit kis, de mit kérdeztél? Azt kérdeztem. Hogy az én időmben, azt kérdeztem legutóbb, hogy kerültem a Zeneakadémiára, az volt, azt kérdeztem. Nem, azt kérdeztem, hogy mely együtteseket szerettél fiatalabb koromban. És mert természetesnek, hogy nem jól emlékszem időnként. És akkor mondtad időnként, az Illést, akkor az volt a három legnagyobb együttes, de elfogadtam a többi. Remélem. Például a Hungáriát említem, nagyon tehetséges zenekarból, szerencsére eljutottak a... Szeretük hallgatni a dalaikat, tehát jutottak a maximumig. Akkor többször jutottak fel a csúcsra, éppen egy együtteserű beszél, én szerintem többször voltak a csúcson, aztán időnként más személyek szerepeltek, tehát bizonyos értem a Hungáriát, a Bergendit szerettem, azok akkor ilyen zenekarok voltak a legjobbak. De ez volt a 70-es években, tehát 74-ig talán. Ez egy időszak. Jó. Ezt kérdezted. A Zeneakadémia, hogy szóba került az előbb, az biztos. Ki? A Zeneakadémia. Zeneakadémia nem, te mondtad, hogy... Hogy oda is jártam, hogy, igen. Azt nem tudtam egyébként, de most erről nem beszélünk. Ez nem téma. De téma. Ma nem téma. Nem téma. Most az a téma, hogy most hallunk tőled egy dalt. Szívesen. Mit fogunk hallani? Te döntöd el. Mit fogunk bármelyiket. Hallani? Hát ajánlj. Én mindig ajánlom az Ómáriát, mert az is itt van a számok között. Ezen a listán viszont nem szerepel, de nálatok megvan. Tehát számot nem tudok mondani. Sláger lehet? Hát csak sláger lassú lehet. Dallamos, legyen lassú, kérlek, legyen lassú. Akkor az ezer éve.
ezer év. De azt én választottam megint. Kedves nézőink, kedves közönségünk, Tandori Sándort látják, hallják. A tízes, tízes számú. Zenesarok című műsorban fáradja a világot jelentő kamera elé, és akkor halljuk ezt a gyönyörű számot. Akarom, hogy légy enyém, értsd meg, hogy szeretlek én. Azt akarom, hogy légy velem, hogy töltsd be az életem. Álmaimban mellettem állsz, tudom jól, csókomra válsz. Két kezedet szorongatom, úgy érzem, hogy álmodom. Jöjj, csókolj, add nekem a forró édes szám, hadd vigyázzak most már ére át. Tiéd minden napom, séjelem, hogy elveszítsem, én nem engedem. Bújj hozzám, ölej, csókolj, vár a szerelem. Akarom, hogy mindig így legyen, ezer évig vártam ére át. S most miénk már a kölcs, a mennyország. Ha egyszer azt mondanád, hogy vége, egy világ omlana bennem össze. Ha azt mondod, hogy szeretsz, én szeretni foglak mindörökre, mindörökre, mindörökre. Add nekem a forró édes szál, hadd vigyázzak most már ére át. Tiéd minden napom, séjelem, hogy elveszítsem, én nem engedem. Bújj hozzám, ölej, csókolj, vár a szerelem. Akarom, hogy mindig így legyen, ezer évig vártam ére át. S most miénk már a pölcs, a mennyország. Ezer évig vártam ére át, s most miénk már a pölcs, a mennyország. Erre gondoltam, hogy dallamos, szép, nem tudom, hogy igazam, ez szubjektív, erről a dalról. Ez nézünk, Tandori Sándort látják, hallják. Köszönöm, így igaz. És a Zenesarok című Szóla Tandori című műsorunkat. Ezt nem tudtam, ez meglepetés. Hát, most látod, hozzátettél egy mondatot. Ezért kell, hogy gyakrabban gyere hozzánk. Esetleg örülnék neki, igen. Mert amikor ezt a címet kitaláltuk, ez tavaly volt. Meg is lepett egyébként, mert a fura ez a három. És te ajánlottad egyébként a Zenesarkot. Ja, az így lehet. Igen, csak nem emlékszem rá. Nem baj. Az nem baj. Nem ebben a korban semmi. Tudod, Péter. Hát a mikorunkban már. Szeretsz erről beszélgetni, azért említem, a mikorunkban előfordul. A mikorunkban már előfordul. Tehát nem emlékeztem rá. Nem emlékszünk dolgokra. Én találtam ki a címét, azt mondom. Igen. De nincs jelentőség. És a saját ilyen szavakat nem tudok kitalálni. Ma nem. Nem baj. Jó. Igaz, Péter. Lépjünk ezen túl. Ott tartottunk, hogy Zenakadémia. Igen. Én arról nem tudtam, hogy te jártál a Zenakadémiára. Nem kérdeztél róla, mesélek. Most kérdezem. De egy olyan élményt, és ez mese, de igaz. Erre ígyunk. De akkor voltam 13 éves, talán. Nem biztos, hogy jó a dátum. 13 éves nincs volt. Nincs jelentőség. Ígyunk. Pedig akkor volt, azért van jelentősége, mert akkor járt itt Magyarországon Sziatoszláv Richter, biztos ismered a nevét, az akkori, édesem mondta, a legjobb szovjet zongorista.
És én arra mentem el örömmel, most a legnagyobb zongoristát hallom. Illet meg szeretni talán a zenét. Tehát nem innen indult az a zene szeretet, amit én sem tudom példát, azért említem majd tőle. Minden lehetőséget megkaptam, ő szerette a tánczenét, szerette mindent, és 14 évig zongorázott. És ajándék volt, ha ő zongorázott, mert akkor hagyta abba, amikor megszülettem. Ez a kezdetén. 13 éves voltam talán, de lehet, hogy 11, tehát a dátumra így nem emlékszem vissza. Az volt ott a lényeg, akkor járt itt Richter. Igen, így van. És örömmel mentem, sőt, én sem elmondta, hogy miket fogok hallani, nagyjából miről szól a zene. Tehát ennyit tudtam, mint kisgyerek, és ez elég jó. Én örömmel, tényleg örömmel. Anna... Emlékszel a koncertre? Így vissza? Nem. De arra emlékszem, bejött egy bácsi, frakban, ha jól mondom. Richter. Igen, hát így. Én nem voltam ott. Legutoljára ő jött be, azért mondom, a teje. Részletekre vagy emlékszem, de nyilv után, 60 évvel, próbálom kiszámolni. Már nem emlékszem mindenre, de arra igen, hogy ő bejött, de legutoljára. Először, mint azóta tudjuk, már tudtam, hogy hol kiül, melyik zenészül, egy ilyen nagy zenekar. Mi volt még ott? Másodiknak megjelent a szóló hegedűs, meghajolt. Jó, minden. Ez olyan elegáns volt az egész, és nekem ez tetszett, és különösen a karmester tetszett, mert, és a zongorista. És akkor miért nem lett bele zongorista? Mert nem volt tehetségem hozzá. Egyébként zongoráztam. Első baj, hogy a keresztanyám volt a tanárom. Én igazgatója volt egy híres zeneiskolának, hadd ne mondjam, mert gondolom már nem él, de kapcsolatot nem tartottunk viszont. Tudod, mi a hátránya ennek a dolognak? A rokoni, hát nem a rokonok volt, keresztanyám volt a tanárom. Ez bizonyos értelemben hátrányt is jelentett, hogy nem lettem zongorista, másrészt meg nem is kedveltem, ezáltal nem kedveltem annyira, és 3 évig tanultam. Akkor most erre legyek büszke. És kaptam 5-öst. Azért, mert nem tudtam zongorázni. Ez mit jelent, hogy nem tudtál zongorázni? Én 14 évig tanultam magyarul, ha nincs, ha nem, akkor meséljek egy másik történetet. Igaz történet. Azért vagyunk itt. Csak most jött, erre beszéltünk, és lehet, hogy humorosan. De az igaza, csak az igaza. Péter, ez kértem. Egy humoros műsor. Ha minketőnknek, én csak feltételezem magukban a humor érzéket, és értjük a humort. Ezt nem én mondtam neked. Igen. Ezért... Én is szeretem szeretek mosolyogni. Örülök neki, ha én lenne, mert egy picit rendhagyó. Szóval vannak műsorait például, amit nagyon jó. Csak éppen nem érzem, hogy nevetgélek közben, dolgoznak, szóval a komolyak, ez egy komoly műsor. Az az igazság, és közben... az igazság, hogy ma eléggé kevés okunk van a mosolyra. Ma már igen, igazad van. De én ma megfogadtam, igen? Hogy... Nem hallgatsz híradót, vagy nem nézel híradót. Én ma megfogadtam, hogy csinálunk egy olyan műsort, hogy a nézők ebben a 2 órában úgy fogják magukat érezni, hogy jó, hogy nagyon jól, így, és elfelejtik a hétköznapi gondokat. Na, hiszen teljesen ebben egyetértettünk, igen. Ott tartottunk, hogy elkezdtél zongorázni. És rosszul zongoráztam, nem is volt öröm, ezért abba hagytam. De azt, amit gondolom sokan nem tudnak, nem akárkinél volt, az, erre büszke vagyok, erre az emberre. Talán most volt, hogy hívják, ha valakinek a teljes életművét átölelő, talán jól fogalmazás, dalait adja elő, az egész lényét, mint művész. Nagyon nagy művész, és büszkén mondom el, hogy osztálytársam volt. Azt tőle tudom, hogy 4 évig egymás mellett ültünk. Tudod, milyen nagy dolog? Dévai Nagy Kamilláról beszélek, talán megemlíj. A mai napig példaképpen ő, és szerelmes vagy bele a hangjába. Mondom, osztálytársam volt, nem szószoros értelmét, imádom a hangját. Amellett ülni jó volt, mert akkor már járt beszédtechnikára, tudott gitározni, tudott énekelni, tehát készült erre a pályára. És meg is tartottam egy, ma is olyan életet él, nem vagyok biztos benne, de néha találkozom egyszer egy évben biztosan, és nem tudtam elmenni az életmű koncert, vagy hogy mondják ezt, akik megtehetik, hogy megtisztelik őket. De ez már általában a pálya végén
van, hogy mondja, nem jut eszembe. Életmű koncert? Vagy, igen, vagy hogy volt egy ilyen. Van egy ilyen, létezik most, és nem voltam ott. És miért nem minden, ahol Sanyi, ott Sanyi, kell. Miért nem voltál? De én írtam is a Kamillának, hogy megint szeretnék, hogy természetesen ott vagyunk. Én nem voltam ott, azért mert nem tudtam, hogy mikor van, tehát arról már nem kaptam ért. És közben terjesztettem azt, hogy lesz egy életmű koncert, én lemaradtam róla. Hogy miért? Azért, mert nem is tudtam, hogy mikor lesz. És csodálkoztam, már volt. És tudod, hogy kitől hallottam? Egy volt osztálytársamtól, ezek mind tanult emberek, kifogtam egy jó gimnáziumba jártam. Melyikben? És ezek nagyon Szilágyi Erzsébet gimnázium, valamikor lány gimnázium, a mi időnkben már. Fiú is volt benne pár darab, és volt egy énekkarunk. Hát a Kamilla volt egyik énekes akkor már, és tudod mi az első énekkar? Nem. Azt is elmeséltem. Plusz még egy történet. Az első énekkorám nem akárki volt az énektanár, úgy hívták, hogy Mohainé Katanics Mária. Ismert név, mert a Szilágyi kórusnak, a kis kórus, 10 tagú talán, ha volt, volt a karmestere. Nagyon nagy énektanár volt, igen. És azt mondta nekem, mindenkinek énekelni kellett valamit. Azt mondta, hogy gyönyörű hangod van, nagyon szép, csak nem ilyen lesz. És megjósolta, hogy 2 év múlva nem fogok énekelni, és ne sértődjek meg senki, és ne haragudjak, meg mindenkire haragudjak, van ilyen típus, hogy ne sértődjek, és ne haragudjak, ha elvesztem. Nem vesztem el, egyszer majd lesz hangom, magyarul, mutálásnak hívják, ha jól emlékszem erre a szóra, megváltozik egy fiúnak a hangja, de a lányok is úgy tudom, ebben nem vagyok biztos, megváltozik. Tehát van két nap, amikor megváltozik a hang, na akkor is szép hangod lesz. Ezt úgy mondta el, mikor mellettem a Kamilla éneket, nem emlékszem, hogy ő egyre, öröm volt vele, együtt lakni, együtt élni, bocsánat, nem lakni, ugye, az más. Hadd kérdezzem meg, és csatoljunk akkor vissza egy kicsikét a műsor elején. De egy valami téma, igen, lehet. De mit akartál az mondani? Jó. Azt, hogy én tanultam más hangszeren is. Na akkor ez majd a következő kérdés. Szívesen, nem sztori, mert történet. Most, igen, most szívesen. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a Dévai Nagy Kamillát művésznek tartod, ugye? Nagy művésznek. Sőt, az egész életét, az élet, minden, valahol ma felnézek rá, igen. Valóban az. Mitől lett ő művész? Igen. Belőled meg Sanyi bácsi. Most, ma. Na? És miért erre voltam? Válaszolj. De akkor hozzáteszek még egy kérdést. 22 éves voltam, amikor úgy kaptam egy levelet, megpostolj meg egy ki az, Tandori Sándor művész úr. Na. De tudod, miért ezt írta az egy zenekar, akivel egyszer léptem fel, akkor még vittük a Kottát. Teljesen más hangulat volt, Péter. Próbáltuk a zenekar egy dalt, ez jó lesz. Többet nem próbáltuk. Ismerőt elsétáltunk fel éppen a Kékestetőre, nem Magyarország legmagasabb csúcsára, de nem találtunk vissza. Tehát kérdéses volt, hogy de 7-kor kezdődött a szilveszteri műsor. És a zenekar vezető, az zongorista meg dobos, tehát nem nagy zenekar volt ez, de ez régen volt, ez 72-ben volt. Oda kaptam egy szerződést, és akkor vittük sok-sok Kottát, illetve... De most hogy jött ide Kékestető? Hogy ott voltam fenn parádon, és ők de meg akarták... Dévai Nagy Kamilláról beszéltünk. Visszatérek rá, ha akarod, persze. Hogy ne, hát azért kérdeztem. Ott kezdtem, csak mesélhetek, ezt kérdeztem tőle. Jó, csak hát most hagyjuk a Kékestetőt. De ez megtörtént, sztori, hogy annak idején, most tényleg... ez természetes volt. Megismerkedtünk egy zenekarra, a zenekar játszott, és vagy kísért engem, vagy én őket, de együtt voltunk. Ez ma már nem fordul, ritkán fordul elő. Van ilyen, de ritkán. Na, Dévai Nagy Kamilla. Igen, Dévai Nagy Kamillára. Igen, ezt kérdezte. Miért lettél te csak Sanyi bácsi? De ezt csak a szubjektív véleményem tudom persze, mondani. Hát, azért, mert más nincs. Elmondom. Tehát magyarul... A lehetősége megvolt rá, okos volt, intelligens, emlékeim szerint kitűnő tanuló. Ez lehet, hogy nem igaz, volt egy 4-es. Úgy emlékszem, hogy egyik legjobb tanuló volt az osztályban. Tehát ebben így született intelligens ember, ez alap. Ugye, erre lehet építkezni.
Tehát ettől hogy mit, nem tudom, hogy valaki művész legyen, szóval. De hogy jó, hogy ember legyen, arra lehetősége van. Így van. Jó? Tehát mitől, így mitől, gondolom, hogy mitől... Mitől lettől művész? Na most ő nagyon, egyrészt nagyon sokat kellett tanulnia, bár tehetsége volt hozzá, a zenéhez. Mind a mai, minden évben elmegy Erdélybe, ott született. De ott dolgozik is. Ez pletyka, de úgy érzem, hogy elmesélhető róla, hogy elmegy gyűjteni dalokat. Tehát sok-sok munkát, sok-sokat dolgozott azért, hogy eljusson valameddig, volt egy életcélja, de ahhoz kell egy intelligencia, ahogy születünk, ehhez, hogy eljuthatott a csúcsra. Én így gondolom, ez saját véleményem, és igyekeztem követni egész életem az ő életét. Tehát úgy élni, ahogy ő, persze ez nem sikerült, több szempont, egyszerűen, hogy 14 évet, 13-at, ő nem hagyott ki. Nagyon fontos. Ez lényeg, de ez alap megint, hogy mitől lett nagyművész, csodás hangja volt, már gyerekkorában. És tanul gitára, és ő volt az első és a legjobb énekes az osztályban. Tehát ezek voltak az alapok, amire mondtam, hogy építi, sokat tanult utána, és megnyerte talán elsőként a Repülj Pávát, vagy Röpülj Pávát, nem is tudom, mi volt a cím, pont a Röpülj vagy Repülj. Igen. Nem emlékszel, azt megnyerte, első helyezett, volt innen indul. És volt összesen plusz 2 éve, mikor elváltunk egymástól. Hát azóta tartjuk a kapcsolatot, örülök, ha találkozhatok vele, egyre ritkábban jön össze. Utolsó lehetőség, hogy én nem voltam ott, ez az osztálytalálkozó. Erről is van egy történetem, de nem fogom most elmesélni, mert nem aktuális. Nem ezt kérdezt. Az osztálytalálkozóra beszél? Ha találkozhattam volna vele is. A nézőt. Ami érdekesség. Akkor meséld. Ugye az 50 éves osztály, az valami, akkor... ki lehet számolni, hány éves vagyok, körülbelül. Azért emlék, hogy, és kép, éppen tegnap kérdezték, nem hiszem, elmesélem. Jó, köszönöm szépen. Találkozhatunk volna, és nem és szándékosan nem mentem. És de tegnap kérdezték, nem akartam ott lenni. Nem vele nem akartam senkivel. Tudod miért? Leveleztünk, írtuk, felhívott egy fiú. Jancsikám, mert így fogadtam a telefon, örülök, hogy hívtál, mondja. És mondta, lesz egy osztálytalálkozó, így kezdődött. Igen. És akár hiszed, akár nem, sok-sok levél között az én nevem nem jelent meg. Ezt csodálkoztam. Akkor lehet, hogy nem emlékszel, vagy nem ismernek fel, ha találkozunk. Ez előfordul gyakran. Igen. Éppen tegnap mesélte egy volt osztályt, egy nagyon szép lány volt. Örömmel beszélünk ma is egymással, jó barátok vagyunk. De még egy jó barátom akkor már az osztályból nem lehet, mert a lövéteik is sok ismert ember, talán ismered a nevét, biztos végben ismered, TBB gyakran, most már egyre ritkában, jó alkotmányjogász, legjobb barátok volt. Azt mondta nekem, nincs időm rá, hogy válaszoljak, szóval nem baj, ha nem tartjuk a kapcsolatot. Egy volt barátom, tehát nincs ideje rám egyrészt, ezért nem voltam ott. A nevem egyetlen egyszer nem hangzott el, egyetlen egyszer a beszélgetés, sok-sok levélváltás, mire összejött az osztálytalálkozó. És nem említettek engem. Hát akkor biztos nincs ott hely. De most ezt komolyan nem sértődtem meg, csak úgy éreztem, hogy kilógtam. Annak ide is kilógtam egy kicsit, a sorban más volt, amit... De nem voltam egy kérdésben, se indékeztem mindenki örülni, tehát eljátszani. Tehát népszerű voltam, de nem voltam egy klikben. Voltak klikkek, jó értelemben. Ezek egy kisebb csoportok. Akkor divat volt, nem tudom, hogy van egy gimnáziumban, hogy találkozni, és összeállt a szünetekben egy-egy kisebb csoport, akik szerették egymást, szerettek beszélgetni egymással. Én nem voltam sehol, de... Az összes fiúi jó barátságban voltam. Tehát ilyen viszonyunk volt, örültünk. Tehát jóban voltatok. Tehát ahogy a fiamat fogadták. Sanyikám, mit hallunk most tőled, mert nagyon sokat beszélünk. Akkor abba hagyom a beszélni. Most amit választasz. Függesszük fel a milyen legyen a dal, milyen stílusú. Nagyon kellemes. Most egy vidám ropogós. Vidám abba? Hát több ilyen dalt hoztam. Hát az egyik. Mindegyik dalom tulajdonképpen vidám, mindegyiknek a lényege a szöveg. Van közt egy Gyémánt Ferenc szerző, azt kérte, hogy már ne ő legyen a műsorban, amit választasz. De hoztam egy pluszdalt, megemlítem. Egy-két pár nap múlva lesz a
születésnap, de nem engem kell ünnepelni a műsorban, csak megemlítem. Neked hozta, lesz a születésnapod? Nekem lesz, meg sok-sok más ember. Köszönöm. Csak melyik nem, nap? Hadd ne mondjam. Melyik nem, nap? Nem, az sem. Nem téma. Március hanyadikán. A születésnap. Én is márciusi vagyok, képzeld. Azért kérdezed. Akkor kettő, meg ennyi. Igen. Akkor megmondtam. Tehát hanyadikán lesz? 24. Most mutatom. 21-én. 24. 21-én. Igen. De sok száz embernek van születésnapja, csak a Facebookon az ismerősen, végül naponta 10-nek minimum. Ezek én vagyok az idősebb egyébként, nem 19-én születtem. Úgyhogy én vagyok az idősebb. Akkor igen. Úgyhogy most elküldöm énekelni. Örülök neki, vagy nem gondolom. Mit hallunk? Szívesen, amit választasz. Az elébé vidám legyen például Hello Mary, most éppen arra. Nagyon. Hello Mary. De azt ismered. Na, akkor mi legyen? A Hello Mary Lou, vagy a Macska Jaj, ahhoz van egy történetem. Macska Jaj. De az igaz, az nem baj? Nem baj. Mintha nem csak születés, a névnapunk tessék, lenne. Már adja világot csak. Jelentő. Kamerák elég, akkor a Macska Jaj színzal. A vége a lényeg, hogy miről szól a dal. Majd utána majd hallgass meg. Jó? Utána meg. Na, taps is. Tegnap este elhajoltam, annyi baj, de ma reggelre már gyötör a macska jaj. Nem is tudom, hogy mit kellene csinálni, a tűzoltókat nem tudom már kivárni. Ég a gyomrom, jaj, mi van véle? Ita kéne egy jó féle, házi pálesz vagy borocska, vagy egy üveg kovászos uharka. Így a pokol oltani kéne, szinte lángol, mint a kéve. Kezelni kell, ha van mivel, kutyarapást a szőrivel. Azt sem tudom ilyenkor, mi a nevem, hogy eshet meg ilyen szégyen én velem. A kalapom úgy érzem, hogy túl szoros, mondhatom, az állapotom kótyagos. Ég a gyomrom, jaj, mi van véle? Itt a kéne egy jó féle, házi pálesz vagy borocska, vagy egy évek kovászos uborka. Ég a pokol oltani kéne, szinte lángol, mint a kébe. Kezelni kell, ha van mivel, kutyarapást a szőrivel. Jaj, mi van véle? Itt a kéne egy jó féle, házi pálesz vagy borocska, vagy egy üveg kovászos uborka. Ég a pokol oltani kéne, szinte lángol, mint a kéve. Kezelni kell, ha van mivel, kutyaharapást a szőrivel. Macska jajra nincs jobb gyógyszer, inni kell rá egyszer, kétszer. Egy üveg sör elég lesz, mielőtt még rendesen felébredsz. Me a kulpa szánom, bánom, utána még kettő-három. Ezzel kezeld más semmivel, kutyaharapást a szőrivel. Ezzel kezeld más semmivel, kutyaharapást a szőrivel. Nullapos jellegű dolog. Ott nem hallunk, úgyhogy gyere akkor szépen elmondom vissza. Akkor elmondom itt, hogy ez így tulajdonképpen nem az én stílusom. Mondjuk, hogy mulatos jellegű, nem tudom, hogyha ez egy mulatos jellegű szám, nem tartom magam annak. De szívesen meghallgatok jó pár dalt, mert szeretem azt a vidám, a pergő zenét. Ez egy, én azt mondhatom, hogy mulatos
De aztán, hogy te mit mondasz, műfajilag. Na, mondtad, hogy valami egy történet fűződik, ha nem fogod elhívni. Énekeltem ezt a dalt valahol. Nézi a tévét, tudja, hogy melyik faluról beszélek. Talán egy városról, vagy falu, nagyközség, vagy lényegtelen, nem mondom meg a nevét. Az történt velem, hogy nem beszéltük meg előre, egy másfél órás műsor, egy plusz fellépővel, hogy kikonfárálja be. Nagyon jól énekel, jó énekes, jó volt vele fellépni, jó hangot csinálni, ismered is. Hát ketten voltunk a műsorban. Gondoltam, hogy hát én vagyok színpadon, bejelentem. Igen, ám de egy ilyen dal után betegre iszod magad, ilyen biztos nem volt, mert már életedben nem volt, mert nincs is közöm hozzá, egy magánügy. Sokat ittál. Akkor fáj egy gyomrom. Azt énekeltem. Hú, mondtam utána, azt hittem vicces vagyok, nem voltam az. Van olyan, hogy a vicc az rosszul sül el. Hát úgy jártam, hogy rosszul sült el. Mindenki azt hitte, hogy komolyan mondom. Hát ezért én most egy kicsit rosszul vagyok. Mindenki komolyan, tényleg rosszul van, Sándor rosszul. Hát ha sokat is szól, rosszul vagyunk, gondolom én. Nem voltam egyébként életemben esetleg többet ittam, de nem voltam soha részek, csak gondolom, nem érezném jól magam, ha az lennék. Gondoltam, hogy jót nevetnek. És akkor mondom, hogy megjelenik, és hoztam egy vendéget, és gondoltam, hogy a hátam mögött megjelent akiért a műsor szólt, vagy jól mondom ezt? Igen, igen. Az ő műsorra szólt, az ő dalai szólt. És már ott állt a hátam mögött, nincs nagy katasztrófa, megnyugtott a közönséget, a Sándor is elmegy, és jön a vendég, és ő jelentette be. Csak ezt nem beszéltük meg előre. Ezért viccelődte, mondom, a nevét nem tudtam mondani. A nevét, mert ott állt mögöttem a Feri, aki elkezdett be. Feri, nem Feri. Levezzük másképp. A gond, véletlen mondtam a nevét. Mögöttem át, és ő jelentette be, és ott maradtam betegen. Hát azt mondtam, hogy rosszul, akkor beteg vagyok. És akkor a Feri, szóval ő... Rátett egy lapáttal, időnként kijött hozzám a folyosón, én sétálgattam. Nagyon meleg volt. El tudod képzelni, 30 valány fok lehetett, de 30. Akkor is nagyon, de nem csak nekem, a közönségnek is. És próbáltam, menjünk már ki. Ott volt ki elhelyezve eleve a széken, de sok szék. Bent tartottuk, nagyon meleg volt, és folyt rólam, de szó szerint, mert mozogtam, hát véletlen, nem tanultam soha táncolni, ezért keveset mozgok, mert nem vagyok táncos, de ott mozogtam többet, mert nagy volt a színpad. Megmentem erre, meg arra, szóval rólam folyt a víz, talán a arcbőrös sem volt az eredeti, kicsit rózsaszínű volt. Szóval rendszeresen kijött hozzám, Péter, nem hiszed, de és mindig azt kérdezi, Sándor, már jól vagy? Nagyon rosszul voltam. Semmi bajom nem volt, csak éppen ittam előtte egy, már a dalban a szövegre. Próbáltam viccelni, most sokat ittam, tehát fáj, de elmegyek. Ezt akartam mondani. És szégyenemre mondom, úgy érzem, hogy el kell mondani mindenkit, megnyugtatom a száz valamennyi közönség, nem volt nagy, de tele volt a terem. Szerint kisebb teremben történt az előadás. Ugye egy hihetetlen történet. Viccelődni akarsz, nem érte a közönség, kijössz újra, viccet soha nem magyarázunk. Van egy jelenet egyébként egy filmben, ahol magyarázzák a viccet. Ez biztos láttad, ez a Dinika sorozatban volt ugyanez. És akkor egyik szereplő, aki a 100 év körül volt, pontosan annyi volt, megmagyarázta, hogy a fiatal, 70 éves nek, hogy mi a viccemben? De hát ez játék, hogy mi a viccemben? És elmagyarázta. Most én is mindenkit megnyugtattam, próbáltam, mert muszáj róla visszatérni, én nem voltam rosszul. Én énekeltem egy dalt, ahhoz illően próbáltam hülyeséget mondani, és komolyan vették, nem vagyok rosszul, de ha igen, akkor meggyógyul, úgy visszajöttem, és énekeltem 12 számot. El tudod képzelni, milyen kellemet, amit viccelni szeretnél, és azt meg kell magyarázni. Mert senki nem, csak komolyan vette, én most beteg vagyok. Ha figyelték volna a dal szövegét, akkor érthetően fáj a gyomrom. Ha ének,
átéled ezt az állapotot. Én átélem minden dalomat. Itt éneklek ugyanúgy, mintha stúdióban lennék, ugyan a hangerővel, lehet, hogy nem ez szól, már az én hangom, lehet, hogy ma divat ez a playback, talán egyes tévék társaság meg is követeli, sőt, örülnek a playback, mert hogy ne hibázzon pont akkor az énekes. Nem rossz ötlet, és azon a beállított felvétel szól, tehát az élmény esetleg erősebb, mint egy helyszín. Ettől még top helyszín énekelni, ez a divat. Mit szóval nekem most ez a sztori, hát ez mit a, ott homorosabban. Mit hallunk most tőle? Amit választasz. Hát, még vidám vagy gyors, vagy milyen jellegű, ha mondod a stílust, mondok egy számot rá. Ezt nagyon szeretem, ezt a dalt. Melyiket? Tulajdonképpen nem szól máshol, csak a szabadság. Erre van egy jó francia mondás, talán, de az régen volt, 1890 valahányban, franciaul három szó, ami ma is a tudok, természetesen magyarul, hogy mi legyen a címe, ha nincs ma ünnep című. Tudom, sokkal szöveg. Ez viccet, csak megígyeztem. 21-es számú dal, amit azért szeretek, ami a szabadság, ami ma már világot jelent. Ritkán van szívesen. Kamerák elé fáradni. Hány éve ülök itt az íróasztalomhoz ideszögezve, és bámulom csak irigykedve, hogy odakint hétágra süt a nap. Nincs ma ünnep, tudom, de én mégsem dolgozom. Tönkre mennék lelkileg, de minek és kinek? Elszakadhat így a húr, helyettem dolgozzon most a főnök úr. Hát ébredj drágám, és gyere velem, mert hív a napfény és a szerelem, a nagy szerelem. Másra vágytunk legbelül, sok-sok évünk elrepült. Nézd, mik lettünk, láncszemek, felfal így a gépezet. Mondd, ez ellen mit tehetsz? Senkinek sem fáj az, hogy te meggebetsz. Hát ébredj drágám, és gyere velem, ma vár a napfény és a szerelem, a nagy szerelem. Nincs ma ünnep, tudom, de nézd ki most az ablakon. Szirmát bontja száz virág, szívbe hát illatát. Fenn az égbolt, kék az úr, helyettünk dolgozzon most a főnök úr. Hát öltözz drágám, és gyere velem, mert hív a napfény és a szerelem, a szép szerelem. Hát milyen élet ez? Ezért születtünk. Nézd, kint süt a nap, itt bent hunyorog a neonfény. Mikor voltunk utoljára kirándulni? Mikor másztunk fel egy fára, hogy friss gyümölcsöt együnk róla? Mikor loptunk utoljára virágot? Elegem van ebből a taposó malomból. Nekem szabadság kell. Szabadság! Szabadság! Mert hív a napfény és a szerelem. Köszönöm. Erre az, ember mépere néztem,
A szabadságról szól egyébként, Francia Liberté, benne van a három szóban, hogy egyenlete, egyformák vagyunk, fraternity, barátság és szabadság. Ezért jutott ezembe ez a dal. Pláne ma. Ugye, ma, pláne. Ma hogy mondod? Igaz? Mert március ma ünnepelünk? Van. Hát hogy ne ünnepelnénk? Jól tudom, hogy nem tartották meg a nagy ünnepséget. Hát hogy tartották volna? Mert ilyen vírus járvány. Amikor... Így tudom, ezt hallottam. Egészségügyi problémák vannak. Pontos. De akkor is a szívünkben megtartottuk. Pontosítottam, csak hogy jól tudom. Március 15-ét. Három ember kérdezte meg tőlem a véleményem is. A válaszom, nem vagyok orvos, és nem vagyok az ország parlamentjében. Mi szó országunk parlamentjében? Nem tudok válaszolni. Csak a saját véleményem azért van. Nem, hárman kérdezték nem, eddig, miről? Péter, erről a vírusjárványról. Félsz, vagy pito, ilyen ügyesek? Hagyjuk ezt most, nem, vidám tudom, is tudom, csak nem. Hagyjuk, de miután szóba került ez a járvány. Nem, a március 15-ről nem kerül szóba. Kerül. A mai ünnepre nem tartották meg a vírus kerül. Miatt. Péter, nem mondj ellen, mert erről beszéltünk. Március 15-e került szóba, és hogy a szívünkben az, hogy nem voltak ma ünnepségek. Sajnálom. A szívünkben még jobban benne van ez a mai csodálatos nap. Benne van. És nem hiszed el, te mondod először. És annak ellenére, hogy nem tudták megtartani az ünnepségeket. Akkor ez viszont meg ünnep. Tudjuk tartani azt a mai műsort, és a nézők, akik esetleg most kapcsolódtak be igen. A műsorba, ne essék félre a téma. Adásunkba, így van. A Zenesarok című Kandori Sándor műsort látják. És én nagyon-nagyon szépen kérem a kollégákat, ez egy élőadás egyébként, és kérem a kollégákat, most vettem észre a képernyőn, nincs kiírva, hogy élő. Igen. Azt kérem a kollégáktól, hogy írják ki, hogy élőadás. Mert ki szoktátok írni, hogy hát ismétlés, minden, hát ismétlés. Minden televízió hát kiírja, hogy élőadás. Hát igen. És ezt a mai műsort azért is örülök, hogy ketten csináljuk, hogy hát megbeszéltük, persze, hogy találkozni fogunk. Igen. Azért is örülök, hogy egy picikét a nézők hétköznapi gondjait elfeledtessük ezzel a mai két órával. Hát úgy ki szeretnénk. És igen. Szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat. Úgyhogy pláne ezen a csodálatos ünnepnapon. Te mondod először, de ezt most már harmadszor mondom ezen a csodálatos ünnepnapon. Így van, így van, így van. És az a kérésem, hogy ehhez az alkalomhoz olyan tudnál-e most egy hát olyan dalt? Hát előadói szám, több is van, de úgy illene hozzá. Most ami illene a mai gyönyörű naphoz. Hát a mai naphoz nem hoztam, pont a mai naphoz. Van egy olyan szám, nem szerepel itt a listában. Van olyan. És most mondta a hangmérnökünk, hogy megvan nála, azt énekelt. Szíves, mert csak nem tudom a címet. Nem baj. Nem baj? Nem baj. És ha nem tudom elkezdeni? Nem baj. A playback kell kezdeni. Hú, de nehéz helyzetbe hoztál. Fáradj oda. Mindenkor a boldogsághoz,
az élet szép, csak úgy, mint rég, nem változunk. És ha egyszer talán végleg el kell menni, akkor ígérem fenn, majd újra találkozunk. Az ifjúság szívünkben él, ó Maria, hát táncolnánk a bálban még sok éjszakát. Ifjú szívünk együtt dobog, ó Maria, a sorsomat rád bízom én egy életen át. Bármit mondasz, szerencsés vagyok, hisz az élet olyan szép. Nézd fenn az ég, csak nekünk ragyog, és nekünk olyan kék. Szívünk együtt dobog, ó Maria, a sorsomat rád bízom én egy életem át. Az ifjúság szívünkben él, ó Maria, áttáncolnánk a bálban még sok éjszakát. Ifjú szívünk együtt dobog, ó Maria, a sorsomat rád bízom én egy életen át. Erre nem gondolt. Nem. Köszönöm. Maga helyett. Igen. Elhiszed, hogy az összes dalom eszembe jutott? Csak a címüknek. Miközben oda is ért. Nem tudtam, milyen melyik fog megszólni. Milyen dalokat szeretsz inkább énekelni? Például az ilyet. A nagyobb lélegzetű dalokat, ez az én fogalmazásom, amiben lehet énekelni. Különösképp szeretem a bariton hangzást és a hangomat. Egy bizonyos hang, bariton egyébként. És van egy-két hang, jól mondom? Ahol szól is a hangom, ahol jól szól a hangom. Ez érdekes, magasan is tud néha énekelni, de az nem olyan szép, mint a bariton hangzás. Tudod, talán azt képezték leginkább. Hát nem tudom, szóval magas hangjaim nem olyanok, ez egyszerűbben hát, fogalmazom. Azt te is tudod. Mint ez a bariton. Te is tudod, hogy... Volt egy énektanár, ez sztori, történet. Azt mondta, énekelj, hosszan, zengjen, szóljon, de folyamatos. Van olyan dalom, hogy azért éneklem hosszan az utolsó szavakat, és hallatszik a mással, azért említem, hogy sok-sok dalban nem hallom a végét, a szónak a végét. Tehát az utolsó mással hangzó is megszólal, de hosszan és zengjen, ez egy tanács volt. És ezért szeretem azokat a dalokat, amiket lehet énekelni, öröm énekelni. Ezért mondtam, én úgy szoktam mondani, hogy talán nagyobb lélegzetű dal, lehet, hogy más nem úgy hívja. Én így mondom, olyan nagy számok, olyan dallamos, meg, mint az előbb. Ez jó énekelni, egyszer próbál meg otthon, jó énekelni. Jobb, mint egy ilyen kis mulatos dal szólt talán az előbb. Tudod, amikor tök részegre ittam maga. De hát vicces, persze. Azt jelenti, hogy tulajdonképpen széles skála, bariton szinte minden skáláján tudsz énekelni. Igen, de igyekszem oda tenni a hangom. Elsősorban arra bariton két-három hangra, zenei, de nem magas fogalmazás, magas szintű fogalmazás, nem az, hanem a közepe a dalnak, talán a központja, az ott van mindig az a bariton hangon, tehát átteszek néhány dalt, természetesen transponálok, vagy lejjebb, vagy feljebb.
Tehát ő az én hangom szólaljon. És a stúdió, ha érdekel egy felvételem, az azt mondta, hogy a hangomon nem változtat, soha. Csak beállít egy pici visszhangra, ez engés, meg mit tudom, és mit csinál, de röviden eltekerje magyarul egy bizonyos helyre, mert ismeri a hangomat, és az úgy jó, hogy szól, még dicséretnek is veszem. A szép az a hang, csak egy pici szín kellene rá. Na most élőben nem teszi, csak az a mikrofon szól, ami, és ott ki vagy egy picit szolgáltatva. Hát ha előre másnak a hangjára különösen, beállítanak egy mikrofon. Csak Bor Péter mondaná, jó, csak nem így van. Nem ez a hangon gondoltuk elénekelni, meg nem is szoktuk. Most, ha már Bor Péterről beszélünk, akkor ha jól pedig tudom, megígértem, hogy nevet nem mondok. Hát én azt hiszem, hogy Bor Péter... Ő volt az utolsó énektanárom. Büszkén beszélek róla. Úgy gondolom, hogy jó énektanár. Ez szó szerint talán legjobb, nem a legjobb. Mert voltak nevesebb és jobb énektanáim, esetleg. De úgy maradt meg bennem, mint emlék, hogy jó volt hozzájárni, mert talán megtanultam ének. Ja, és volt egy mondata, nem tudom, a sértőnek vélné, de az volt, hogy elértünk a csúcsra, Sándor, ennél többet én nem tudok tenni, jó hangod, énekelj, csak arra gondolj, hány éves vagyok, arra gondolj mindig. És ez sokszor, és sokszor, és ez én haragszom egy picit rá. Én lehet rosszat is mondani? Hát csak rosszat mondunk mindenkiről, hát azt ja, szeretik a nézők. Hát, nem beszéltünk nem, meg, azt beszéltünk, hogy csak az igazat mondjuk. Akkor hozzá kell tennem, igen, szeretnék így, hogy igazat. Ról azért ez nem örültem nekem, amikor már, tudod, 36-szor hallod minden énekorádon, hogy de már te öreg vagy, legyen önkritikád, de már nem érhetsz fel a csúcsra, az előbb a csúcsra, és ezért nem vagyok művész. Mert azt a fránya tizen, valahány egy néhány évet, ez jó, mert nem tudom. Hogy került egyébként a Bor Péterhez? Nem fogod elhinni, Dévai Nagy Kamilla révén. Egyszerre úgy kerültem hozzá, hogy valaki ajánlotta a nevét. Na most én szerettem, tudtam, hogy nagyon tanult énekes. Akkor csak tanulni lehet tőle. Tanultam tőle például két olasz nyelvű skálát, az egyiket azóta sem tudom, hogy van. Már a szövegét, skálának a szövegét, tudod, amikor beéneklünk, nem tudom a szöveget. És nincs lehetősége megkérdezni, de mondd még, a másikra emlékszem, mind a olasz, ezt tanultam tőle. Nem tudom, nem is akarom, de tudok más, ami eszembe jut. Na, mi eszedbe jut? Na. De a színészeket nem fogja szórakozni, hogy mámi, 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 vagy visszafelé. Ez nem szépen énekeltem, az is egy skála. Tehát ennek nincs különösebb jelentősége, ez a beéneklés. Minden énekor, először azzal kezdtük, aztán, na akkor melyik dalt választott. De az valahol, mondom, egyszer elénekelhettem. Tehát így készültünk a dalokra, de első az lényeg, hogy legyen a helyén a hangod. Erre való skálázás, gyakorlás, nem tudom, hogy hívjam. Ma már nincs szükségem rá, fent vagyok a csúcson, ő mondta, és nem tudtam, hogy örüljek vagy már, vagy rosszat mondani. Örüljél neki. De el tudom dönteni. Örülj neki. De nem voltam a csúcson. Úgy éreztem, hogy még hozzá kéne tenni, de nem nincs lehetőségem. Mit nincs... kellene még hozzátenni, hogy tényleg a csúcsra biztos volt, igyekszem most otthon, persze, de hozzátenni, például átélni azt. Mondok más sztorit, megtörtént. Az életemben egyetlen egy dalt, már sokat énekel, és akkor neki énekeltem. De már nebben sem olyan izgalomban jöttem a témától, tehát tudod, kiről van szó, és a szemébe nézze, és azt kéri, hogy énekeljem el a, hát pont a Hello Mary Lou fel dalt, ahogy gyakoroltuk, tegyük fel, és a Bor Péternek az életben soha én ezt nem tudtam elénekelni. De tudod miért? Miért? Mert olyan fura volt. Én inkább őt hallgattam volna, így énekeljen is. Tudod, hogy milyen? Felnézel valakire, annak nem tudsz előadni egy dalt. Hidd el, ha felnézel. Mint művészre. Nem emberről beszélek, hanem művészről. De hát ő is egy ember. Hogy vicces, ő is egy ember. Azt jelenti, hogy zavarba voltál előtte, mint tanár, vagy mint olyan gátlásos voltam, hogy nem tudtam
elén vicces volt a felállás. Nekik elén ő tud. És ő tanít engem. Tehát fura, én megmutattam, hogy én hogy ének. Előbb vicces a felállás. Neki kellett volna énekelni. Ám de ha bejött Ilike, felesége, aki minden fellépésén ott volt, régen, ma már talán nem, de nem ez a téma. Az Ilikének el tudtam énekelni, Péternek nem. És ez az oka, hogy felnéztem. Ez régen is így volt. Ha te szemlélt volna velem, egész napi élmény. Egy mű, akár szélsébát, hogy átéltem, a fő próbája volt a Táncdal Fesztiválnak. Azért lehettem ott, mert volt operaének és ének talán, elment a hangja, ez egy hangszalag gyulladás, három évet hagyott ki, de ő vezette ezeket a Táncdal Fesztiválokat. Ezért aztán ott lehettem, mint néző. És ez nagy élmény, akkor nagy élmény volt egy Táncdal Fesztivál. Most a régi ott lenni, a régi, a 71-ben, 67-ben, jól mond, vagy 66-ban volt az első, igen. Akkor volt, erre nem emlékeztem pontosan, de 67, 69, 71-ben, akkor az volt a sláger, ma meg egy X-faktor a sláger, tehát de... változtott az élet. A legnézettebb műsorok, a való világ, meg az különböző énekversenyek, akkor más volt a tévék műsora. Még azt akartam még elmesélni, akkor kiürült az utca, és mindenki hallgatta, aki szerette a zenét, a Táncdal Fesztivál. Én meg pontoztam közben, és próbáltam kitalálni, ki lesz az első, más, ugye ennyire érdekelt a zene. Sanyikám, hát, egy nagyon indiszkrét kérdés legyen. Volt most feltenni. Fogok válaszolni, valószínűleg. Nincs itt a Pór Péter. Nincs itt. Most nekünk el tudja nekelni a Omer Illut? Melyit? Az Omer Illut. Ha kéred, ki? Akkor hát kérem, itt van a dal. Akkor kérem. Fáradj és ott is volt a felvételén ennek a dalnak, mert mindig eljött. Igen. Fáradj a dal. De az nem énekóra volt. Fáradj a dal. Hello, Omer Illut. Figyelj rá. Kedvemért még egyszer nézd rám. Ó, szép Omer Illut, most véget ért szerelmünk, Omer Illut, nincs tovább. Múltunk lassan szétszakad, de sok-sok emlék megmarad, és megyünk tovább, most ki merre lát. Te így akartad, légy szabad, de rájössz néhány hét alatt, nálam jobbat sehol nem találsz. Hey, hey, hello, Omer Illut, figyelj rám, a kedvemért még egyszer nézz rám. Ó, szép Omer Illut, most véget ért szerelmünk, Omer Illut, nincs tovább. Az emlék azért marad be meg benne.
mert ott volt. Minden, sok-sok dalnál ott volt. Persze, megköszöntem mindig, és sokáig ének, 3 óra volt akkor egy dal felvétel. Na Sándor, érdemes volt, ebben egy hiba nincs, mondta, akire felnéztem. Ezt hiszem a mai napig is, csak egy baj van, hogy ez nem az én hangom. Tehát maga a stúdió az meghatározza, az a stúdióban ő ajánlott, hogy jártam, nem tudta, nem értett a hangomhoz, azt akartam mondani. Rosszul van beállítva, eleve egy nem a legjobb minőségű dolog, hangilag, minőségben, stb. Ez csak mint történet, mesélem. De minden felvételemnél ott volt a biztonságképe, és rögtön szólt, ha a liba van. Ezért merem büszke, ebbe egy hiba nincs. Hát ez valami, de nem így szólt eredetiben. Tudod, hogy egy betét dal volt. Egy vidám dal, de nem az igazi. Már a minős. Ahogy szól, ahogy mondtam az előbb, a mikrofon beállításáról beszélgettünk. Érteni, meg tanulni kell sokat, hogy valaki stúdiós legyen. Hát azért... Nem mindegy, hogy melyik stúdióba járunk. És én járok egybe, nem mondom a nevét, azt kérte, hogy ne reklámozzam. Nagyon jól ért a hangomhoz, meg a többi emberhez is, de azt másképp állítja. Azt se változtatja meg esetleg, több zengés, meg igényli a hangja. Ha meg kell ismerni azt a hangot, meg jól kell ismerni a szakmát. Ha kérek tőle, Kati főleg, a feleségem kér tőle tanácsot. Szívesen ad, de ne törjétek magatok. Ezt tanulni kell. Ő mondja. Hát ezt hidd el, hogy igaz. Az egy külön szakma, ne akarjátok, mi technikusok, ne akarjál otthon felvenni, gyere hozzám, megcsináljuk. És van igazam. Az is egy speciális, különleges szakma. De azt több évig kell tanulni, hogy valaki jó technikus. És hány technikus van olyan, akit például nem kérek alapkészítés. Ma nevet is tudnék, ma nem mondom. Nem mondom a nevét. Éppen tegnap és készített egy alapot, zenei alap nekem, de azért, mert tudom, hogy abban jó. Abban a stílusban, amilyen a dalnak. A stílus egyébként névnapi dalról van, szóval egyszer mindenkinek van egy névnapi. Nekem még nincs olyan dalom, ő csinált az alapját. Annak ellenére, hogy illetve azért, mert ért hozzá, jó alapot csinál, de másmilyen nem jó, mert nem. Ahhoz a stílushoz nem ért. Érted? Tehát egy jó technikus, viszont egyes stílusokhoz nem tudja megcsinálni. Akkor arra nem kérném meg őt, nyilván, akiről beszélek, nyilván, persze nem tudod a nevét. Nyilvánvalóan az egy külön dolog, szakma, érteni és ismerni. Vannak és szakterületek. Igen, és nagyon fontos, hogy érdekeljen. Őt érdekli, ahova járok, mert az mit fogunk énekelni? Már van ötlete rá, mert ha érdekli a dal, mert előre meghallgatja egyszer, fontos, hogy rám figyel. És mindig ad egy ötletet, vagy hármat, vagy nem tudom. Ő nem kötelessége, csak úgy ajándéknak, ingyen adja, ha ez vicces, ingyen van. Mindig van egy-egy olyan ötlete, amit még tegyünk be a dalba, de mert jól tart. Mert élvezni akarja a munkáját, és magának. Jót akar magának, elsősorban magának, és jót akar a közönségnek. És jó oda menni. Hogy az jó szól? Miért hagytad abba? Van olyan dalom egyébként, amit ő... Miért hagytad abba a azért, mert nem volt annyira egyenes a gerincoszlopom, akkor érthető, hogy egy bizonyos... Az ember sokszor dönt naponta, talán több mint ezerszer, jól emlékszem? Hát hozzunk tudom, hát az is döntés ténylegesen, hogy, mert az idegrendszer vezéri, jobbra menjek vagy balra. De komoly dolgokban is döntünk napon, így jött össze ez a több ezer egy nap. Az is egy döntés volt, rosszul döntöttem. A mai eszem, mai gerincot, ugye ha egyenesen tartom magam, ma már nem tenném azt. Azért hagytam abba, mert meg kellett nősülnöm. Nem a gyerekek miatt, másokból. Mert ő éppen tanulni akart, már pedig kötelességem, akkor abba hagyni az éneklést. Ákos Tepi biztatott, ne hagyj abba. Te érted a történetet, ha zavar, akkor nem csapunk. Akkor viszont kérdezz konkrétan. Magyarul meg kellett nősülni, nem ez miért csak? Nem értem a belért. Kezdjük előre. Nem kezdjük előre. De kezdjük, ha gondolod, kezdjük. Mert onnan szeretném folytatni, hogy Porr Péterhez jártál. Igen. Azt hiszem, ő volt az utolsó
Mit mondtad? Ha jól igen, tudom. Igen. Miért hagytad abba a tanulást? Az egy kérdés, erre szerettem volna válaszolni. Tértem téged a műsor ellenére. Nem menjünk vissza Ákos Tepihez. Időnként beszélgessünk, de időnként hosszabban meséljek valamit. Világos, de azért, nem, de amit szerettem volna elmesélni, azt kérdezte, arra válaszolok. Válaszolj, légy szíves. Hogy neked zavarosan nem tehetek, hanem... Hát tényleg zavaros azért voltam, kapkodtam egyik, de na, megtörtént. Tehát Tóth Pétert ott hagytad. Miért hagytad ott a mert kérte. Úgy érte, úgy érezte, hogy eljutottam a csúcsra, vagy pedig ez nem volt igaz, mert részem úgy gondoltam, hogy nem jutottam el. Már van lehetőségeimben belül a csúcs, hogy volt, lett volna még tanulni valami, hidd el, Péter. Persze. Tehát nem jutottam el a csúcsra, de viszont ha azt mondják neked, többet ne gyere, örömmel találkozom veled minden nap, csak énekórára nincs szükséged. Ezt mondta. Ezt így mondta Kerek Ferenc. Én ma a mai nap is azt mondom, hogy ez nem volt igaz. Ha rosszat mondok, akkor sem volt igaz. Így éreztem. De lehet, hogy igaz volt. És azóta nem kerestél új tanárt? Nem. Miért? Na. Egyrészt. És rá pénzem. Mert sokba kerül egy énekóra. Menj egy énekóra. A másik szóval most is... Szabad menj egy énekóra. Az elég, hogy úgy tudom, hogy 3 és 5 között. 3 és 5 ezer forint. De konkrétan talán 2-nek, ha tudom, hogy mennyire ad a énekóra. Tehát ez egy komoly pénz. Nem egy akkora összeg azért. De azért annyira nem csak a bevételem alapján mondom, nekem nagy pénz. Péter, te tudod legjobb, hogy nagy pénz. Mindenkinek nagy pénz. Hát attól függ, mennyi az kereseted. Természetes dolog. Nekem van egy nyugdíjam, alacsony, szerencsére élek egy ember. Jóval magasabb a nyugdíj, na ezért tudunk megélni. Aránylag normálisan. Mindenünk megvan. Jó, ha neki nem mennyi, de a nyugdíj, mint nekem. Lényeg a lényeg. Szóval lényeg a lényeg, 3000 forint nekem. Abba, nagy pénz, az 5000 forint szintén nem. Egyrészt anyagi okok miatt. Másik gondoltam, hogy otthon is tudok, tehát megtanított skálázni, megtanított énekelni. Hát mostanában, ha énekorát tartok, akkor fél óra, és otthon is ugyanazt. Én tudom, tehát megtanított órát tartani, uh-huh. Akkor érthető. De az volt a kérdésed, hogy miért hagytam abba. Jól emlékszem? Miért hagytad ott Pór Pétert, arra válaszoltál, mert ő mondta, hogy és most jön az a bizonyos hiba, amit elkövettem, na, meg körülbelül ott tartottam. Erre még nem válaszoltál. Meg kellett nősülnöm, talált ki, hogy miért. Nem tudod, elmondom. Meg kellett nősülnöm azért, mert ő tanulni szeretett volna, ez már következménye volt a házasság kötésünknek, kis tűzte ő a dátumot, az anyósom egy ilyen. De jó, paraszti származású hölgy volt, akkor az egész életem, mert amit a feleségemmel töltött, elsősorban ő döntötte, hogy hogy éljünk, a más, ő volt a főnök, így is lehet mondani, az anyósom. A feleségem meg teljesítette a kéréseit, úgyhogy én ott voltam, és örömmel is. Mindig örültem. Ezek hárman voltunk otthon. Valamit nem értek. Mit nem értek? Hát Pór Péterhez mikor jártál tanulni? Na várj, ez nem egy időpont. Pár éve még jártam, de az nem egy időben volt. Pór Péterhez jártam énekóra. Ez egy két külön élet. Tehát élet szakasz. Péter, külön évszámokkal, amit mesélek, az 78-ba tört. 70... De hát most 2020-at írunk, hát most... Hát igen, azért mondom, hogy két életszakasz is, szom is volt, sőt három, tehát az más idő, Sándor, más évszám. Teljesen más, na, más most ha csak azt kérdez, amit nem érted. A néző érti, te nem érted, meg is bízom benne, hogy érti. Összemostuk az időket. Az akkor inkább gratulálok neked, mert ma van a névnapod, Sándor névnap. Nem ma, ez rossz, 18-a. Ha nem is ma, de közel van. Nem ma van a névnapod? 18-a. Nem baj. De egy-két nem nap. Nem baj, egy-két nap. Hoztam is egy dalt, de nem az én születésnapomat ünnepelni hoztam, egy mindig van most névnapról születésnap. Beszélünk. Persze, aztán lesz a születésnapod is. És egy pár nap múlva lesz a születésnap. Erről beszélünk. Rendben van, és milyen dalt hoztál, mit hallunk akkor most? Akkor beszélget. Szívesen, amelyiket gondolod, hát mondtad, ezeket hoztam már. Hoztál a névnapodra, meg a születésnapodra. Persze nem igaz, hogy zeneszerzőm lenne, de szoktam mondani. Ez nyilván Ferenc. Arra kérdezik, hogy ne hozzam az ő dalat, most olyat, amit még te
ebben a stúdióban nem hangzott el. Lehet, hogy olyan dal, mint az Ezeré, egyszer, ha énekeltem, tehát ilyen dalok tehát vannak magyarul, benne. Kedves nézőink, kedves közönségünk, folytatódik a Zenesorok című műsor, Tandori Sándorral, igen. És az Ezeré című dalt hallani. Az már elhangzott. Az már elhangzott. Arról beszéltem eddig. Akkor mit fogunk hallani? Amelyeket választott, régen nagyon nagy sláger, bocs, édesanyám, ugye, hogy nem tudom kimondani a nevét, hogy édesanyám, egyik kedvenc dala volt, ez még a múlt században, mondta nekem, ez évszázaddal. Lehet, hogy nem volt igaz, de szerette ezt a dalt. Ha melyik a címet tudnom kell, idegen. Hát, innen. A magyar címét is tudom, meg az idegen. Innen olvasd el. Angolul mondja, vagy magyar? Itt olvasom. Legyen magyarul. Hát magyarok melyik vagyunk. Melyik idegenek az éjszakában. Idegenek az éjszakában. De tudom angolul is. Rendben. Akkor most magyarul halljuk, kedves nézőink. Igen. Szívesen. Az idegenek az éjszakában című dal. Sok idegen jár az éjszakában, csatongol golyom, az utat járva, lábuk meg megáll, talán épp most jön ő. Ott ül a magán, a szemeikben mosolyognak ők, bár keserűen szívük mit remél, talán még nem késő. Sok-sok idegen figyel az éjszakában, sok-sok idegen húszál egy társra várva bennük a remény. Most kiúl a fény, még ma éjjel rátalálnak, kire évek óta várnak. Sok idegen jár az éjszakában, csatongol golyón, az utat járva fűszeres az én, szerelmes lázt még ma éjjel rátalálnak, kire évek óta várnak. Sok idegen jár az éjszakában, csatongol golyón, az utak járva fűszeres az ég, szerelmes lázt az évszámot is tudom, mikor íródott ez a dal, és ezt nem akárki Frank Sinatra énekelte, és ha nem hallgatom meg, van, oka van, mert nincs olyan hangom, nem tudom, hogy énekel, talán nem is kéne ilyen dalokat énekelni, de úgy érez, édesem emlékéről szól, hogy szerette ezt a dalt. Péter, elmeséltem minden, ennyit tudom. Jó. Vágtassunk tovább. Az jó. A zenében vagy a beszélgetésben? A zenében is, meg a beszélgetésben az, is. Egy kocsit, igen. Én addig kérdezek, te milyen embernek tartod magad? Szóval vidámnak... Meg fogsz lepődni. Minőségben milyen ember? Nem minőségben, hanem szereted a humort, a vidámságot, vagy inkább a melankóliát. Nem, mint táncdal énekes az más. Abban is vannak bizonyos tulajdonos, de remélem, de azt hogy vannak. Hogy ne arról beszéljek. Dologat. Most magadról beszélj egy picit, hogy te
Szerintem, mint milyen, minden milyen ember. Milyen embernek tartod magad? Mint én, szereted minden... a vidámságot? A például. Tehát a tulajdonságaim vagyok? Vicceket szereted? Összességében. Nem. Nem, mert azok művicek, kitalált, fantázi, nem szeretem. De valamikor tudtam 120-at, és tudod, volt, találkoztunk, akár osztályt, barátainkkal, és amikor elérkezett az egy pillanat, elkezdtünk vicceket, mert biztos, hogy voltál ilyen összejövetelen. Na akkor én elmentem lassan, mert akkor már nem volt miről beszélgetnünk. De volt ilyen, hogy csak vicceket mesélt. De az már végén volt egy műsornak. Ez emlékén maradt meg bennem. Hogy miért nem szeretem, mi nem szeretem a kitalált dolgokat, de szeretem a humort, ami megtörtént. Az humoros. Végigmész az utcán, biztos, hogy találsz olyat, ami humoros számodra. Na, azok az élő viccek, azt szeretem. Igen, hogy kérdezed, igen, szeretem. De ha mondasz tulajdonság, megmondom, hogy olyan vagyok-e. Az jobb? Jó. Akkor azt mondtad, hogy szereted a humoros történeteket. Igen, igen. Na, ami veled történt meg egy humoros történet. Hát elég tényleg nehéz szívesen dolog. Emlékszem, mesélj arról. Hát van egyéni humor az, hogy elestem egyszer, és nem tudtam felkelni. Atya, most fájt a térdem. Alábízom, az emolyam, már sportoló voltam valami, nem is akármilyen sportoló, csak soha nem kérdeztétek. Arról is szívesen, én asztali teniszeztem egyébként, tehát eleve nem lehettem egy izmos alkat, mert akkor nem tudtam volna átütni se a labdát. De arról nem beszéltem soha. Csak meglepett, tudod, hogy nem tudtam felkelni. Ez számomra humoros volt. Az is humoros, hogy évente egyszer általában nem, el szoktam esni. Mert jeges az út, mert csúszik, és sokan elesünk. És ez nekem számomra furcsa, hogy én, mint volt sport, régen volt, ez 50-60 éve talán, biztos volt. Ma már nem sportolsz, gondolom. 50 éves koromig sportoltam, de már abban az állapotban vagyok, ma már nem tudok. Nem is ütnél bele egy labda, mert nem találom el. Nem, elmúlik egy mozdulat, a napi 5 órás jegyzés vagy gyakorlás után, az ember idővel el nem tud semmit. Teniszezni is, teniszeztem, nem tudok. Az már elmúlt. Én abban a korban vagyok, a bizonyos mozdulatok már nem jönne. A szabályosak a mozdulataim, csak nem találom a labdát. Ez persze vicc. Ez lenne ma, a pingpongoznom kéne, ezt úgy mondják népiesebben. Ez itt a sportról, azt hiszem, de nem. Humoros, hogy elesek, és nem tudom mert a lábizmai... Ez nagyon édes volt, csak a labdát nem találod el. Ez találnám így. El? Találnám. A pimp, de nem teszem. Nem érdemes. Uh-huh. Mert humoros lennék, igen. Volt ilyen esetem, csak nem, de van ilyen esetem, és nagyon humoros volt. Nem meséld. Munkaidő alatt, ha elmesélem, munkaidő alatt voltam, éppen ebédidő alatt, olyankor kijártunk a város majorban. Én tudom, biztos tudod, ez első került, a tanagy templommal kezdődik, sok-sok teniszpálya egymás mellett. Egyrészt játszottam a VTS, mint teniszszerző, de az még 10 éves koromban volt. Akkor kezdtem, akkor volt egy nagyon híres edzőm, talán mondhatom is a nevét, Szörényi Szabolcsnak hívták, sokan ismerik ezt a nevet. De ez nem azon a azzal a híres edzővel. Nem az egy sportról beszélgetünk. Igen, ott is játszottam, aztán utána egy akkori legnagyobb csapatban is játszottam, persze nem tudtam teniszezni, de az edzőm, aki hát végül is az volt, csak engem még nem edzettek, meg kisgyerek voltam, meg de az ütő akkora volt, jó nehezek voltak, akik teniszütők, tehát eleve nagyobb energia kellett hozni. Hát mint gyerekként, tehát valahogy teniszeztem. Egyszer próbáltam, és rájöttem, felesleges nekem tenisz. De nem megy, nem az én sportom. Erre jött az edző, Sanyikám vagy Sándor, nem tudom. Inkább próbálkozz meg, pimp, ahhoz van tehetsége. Uh-huh. Na akkor elmentem asztali tenisz, tényleg volt hozzá tehetségem, de kitartásom nem, mondta édesanyám, és abba hagytam azt is. De akkor már voltam 21 éves. Az első csalódásom a érdekes sportban az volt, amikor az edzőm azt mondta, Sándor, nem mész vacsora. Ez egy Miskolc, akkor nemzetközi bajnokságon volt éppen, és ott rendszeresen évente versenyeztünk, vagy játszottunk egymással, külföldiek között. Ne, pár külföldi, nem kell ezt annyira komolyan venni, de az edzőm azt mondta, hogy nem vacsorázok se. Készülj a következő meccsre. Nézd, valami Klampár Tiborral játszol.
figyelj a srácra. Úgy vett agyon, Péter, az első csalódásom. Aztán Sed, hát ifjú korom ellenére... Egy fantasztikus versenyző volt. Az lett. Akkor még nem. Akkor, de még nem, akkor nem már volt. Sokkal jobb volt, mint én. Ez hozzá nagyon tehetséges ember volt. És a szülei, a testvér az labdarúgó volt, most jelképp nevet komolyan. Megverték, és nem kapott vacsorát, hanem nyert. Na most így, verbális erőszak nem merem mondani. De kényszerítették a szülei, hogy igenis pingpongos lesz, ők határozták el, ő neki meg annak kellett lenni. De hozzá olyan kezdve volt, hogy nem látod ma sem talán, de most már 70 év felé közeledik, ha jól, lám fiatalabb. Az volt a csalódás, hogy tényleg nem illeti ilyenkor vacsorára, van egy nagy meccsen. Nem volt nagy meccs, megvert. Ez az első csalódás. Aztán amikor ifiből átkerült. De mondjuk az egy klampártól kikapni, az nem olyan... Az nem volt szégyen, csak nem volt neve még akkor. Hát egy kis gyerekek voltunk. Hát uh-huh. Azt mondom, hogy én voltam 17, ő volt akkor 14, igen. És olyan humors, hogy agyom, és közben a Berci Zoltán híres asztali tenszőnk, nézte a meccset, és így mosolygott. Nem egy csapat, hogy VVSC-be játszott. Akkor még voltak asztaldi teniszszerzőink. Ha mondasz egy nevet ma, akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy nem kap pénzt asztali teniszszerzőt. Mondjál egy asztali teniszszerzőt. Csak érdekel. Öt tusázzol. Fölteszem a kezem. A sport miatt, mert nincsen. Vagy amiatt, mert nincs híres asztali teniszszerzőnk. Ez nem véletlen, Péter. Hát, tehát egyes sportágokban világhírűek voltunk ma. Nincs egyetlen egy ember. Akkor ez el van hanyagol, ahhoz nem tudok hozzászólni. Például abban is Beres Győző, Nemes Sányi. Földi Imre, emlékszem, hát, mi a kis Földire? Focizni láttam. Ez is sem voltam a sportcsarnokban. Emlék, örökre nem felejtem el. Az azóta meghalt, talán a Földi Imre is meghalt, Imre úgy emlékszem, hát igen, nem, mert igen. Elérte azt a kort, igen. El tudod képzelni, hogy 160 kiló körüli, talán Kozma, Mihály, igen. Focizott, hát összeálltak ilyen csapat, néha én is beszálltam focizni, de ez olyan levezető edzés. El tudod képzelni, hát 160 kilós, éppen ők találkoztak legtöbbször, és próbálták a labdát, ugye egymást. Ez volt a célja, mivel jutatni a kapuba, úgy, mint. Ez nagyon humoros volt számomra. Én láttam őket focizni. Hát a Földi Imre gyorsabb volt, természetesen elrohant a labdával együtt mellette, hát az nagy test, ugye. Szerencsétlen egyébként, szerencsétlen módon halt meg, ez soha nem felejtem el. Egy pici kocsija volt, a pici autója. És karambolozott, és ott az autóban döbbenetes, hogy 160 kiló, és meghal azért, mert karambolozott, ez igaz, Kozmáról beszélek, nagyon híres, ha jól emlékszem, világbajnok. Hát ezért a karambolozott, abban igen, 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 ezért. Csúnya autóban a maga a történet csúnya volt. Leszom a 60-as évek végén, a történetnek belőlem az, az volt megdöbbentő. Beszéljünk, azt beszéljük beszéljünk, meg, de miről? Hogy humoros dolgokról beszéljünk. Hát ez is furcsa dolog volt. Kiket láttál még ilyen világhírű? Világhírű? Hát akkor sokat, de mondom az edzőmet, aki rendszeresen megverte, persze a hazai körül, sokszor játszottak együtt, az edzőm, aki Müller György, persze már nem él, én voltam a Sanyika tanítvány, illetve ezért is volt, de mindig megkérdezte, mindent megtanulta, tehát figyelt minket. Sándor... Ez furcsa volt, igen, ez egyik tulajdonság, Mezei Gyuri, nem, Sándor, az előbb mondtam. Sándor, asztali tenisz az ment, az jól ment? Nekem jó. Az edző mondta híres, hogy inkább ahhoz van. Miért hagytad abba? Mert elkezdtem énekelni. Az érdeke. Mindig hát éppen, az élek, mindig erre mondta az édesanyám, szóval mindig visszatértem. Én, mint most is, ehhez a énekléshez. Mert szórakoztatóbb volt, mint napi 5 óra edzés, utána hétvégén nem tudtam elmenni templomba se, mert éppen X-városban voltam, versenyek voltak, hétvégén. De ha bajnoki meccsünk volt, az is hétvégén volt, tehát ha otthon játszottam, akkor se tudtam, ez jelképes, persze, hogy nem tudtam templomba se, a misél, mondjuk a 10 órásira, messze pingpongoztam akkor, ezért nem. És megint szakadt az a szakasz, amikor még jártam. Akkortól már nem. Azért, mert akkor éppen más font... Akkor, neked fontosabb volt fontosabb dolgom volt. Erre édesanyámnak volt egy mondása.
Mert ahhoz sem volt kézre. Egyszer vittem haza egy dalt, mert mindenkinek volt egy zenekar. Kezdem mindig elmesélni, volt útjesztő. Én nem tudom, hogy kettő vagy három zenekarom volt, de egy igazi az Egerben volt. Akkor Egerben laktam 3 évig, ott volt egy szerződésem, vagy munkahely, ez teljesen lényeg, egy ajánlat. Mire odaértem, megszűnt, mert más énekelt, más dolgozott, szóval minden, későn érkeztem. Ez is furcsa volt, és idegenként fogadtak. A városra talán jellemző is, de elmész vidékre, ott már idegenként kezelnek, ez nekem nagyon fura volt. A fizetésemnek a felét fizetik ott, abban a nagyon híres városban egyébként, abban a város. Vegyem, nem fővárosban dolgozom. Neked mi a szakmád? Tehát kevesebb volt az akkori fizetés. Van egy szakmád? Eredeti szakmám, csak senkit nem érdekel, számítógép műszerész. Uh-huh. De nem értettem a rádióhoz, nem szereléshez. Karmat, még nem érte. Én csak a számítógép. Ezt értettem, és azokat igyekeztem meg. De miért lettél te számítógép műszerész? Hát én nem lettem igazi, mert nem tanultam tovább. Tehát nekem kellett volna technikusnak lenni, amikor egy fizikusnak dolgozom, és azoknak, vagy mérnököknek, akik megtervezik azt a bizonyos darabot. De tudod, mikor hagytam abba? De mi végig jártam, és emlékeimben így él, hogy ez csak így lehet elmondani, hogy 3 helyen dolgoztam, az mind a Magyar Tudományos Akadémia, nagyon komoly helyek ez, munkai. Oda felvételezni is kellett, amikor tanuló voltam, tehát 18 éves koromban lettem, és akkor még volt 3 évem, hogy tanuljam ezt a szakmát. Akkor már tudtam, hogy nem ez leszek, nem erre születtem, vagy nem azt akartam csinálni. És ezért hagytam abba végül is, de akkor, amikor Egerben ajánlottak, hogy mégiscsak valamit kéne csinálni, hát akkor nincs még 1100 forint se a jövedelme. Abból éltem. A többi anyám ajándéka volt, érdeme, de egy súlyos kötelezettség, ha gyerektartási fizetés. Egerben dolgoztál? Magyarul mindenkor a fizetésem felét kaptam meg. És amit elértem, büszke vagyok rá. Egerben mit? Egerben ez a 80-ban volt, 82. De mivel foglalkoztál? Hát én nekem ott sokkal minden. De olyan szabad azóta se vagyok, imádom a szabás. Évente többször lemegyek. Csodálatos város. Fél órára, ennyi. Csak oda elmegyünk. Minden évben. És hozunk 2 liter bort. Ez szokásom. Tudod, vannak ilyen megrögzött szokásaik már, idők, nekem is. Szóval egyszer-egyszer elmegyünk Egerbe, ha 1 órára is, de oda megyünk. Ez nekem emlék, és szeretem a város, szeretek ott leparkolni. Körülnézni, Kati, menjünk haza. És mindenki boldog, mert jót adozott a kiskutyám, ő is elfogadja a feleségem. Hát miattam, de menjünk, induljunk. Most nem mehettem, ma mentem volna oda, vagy tegnap. De most nem bizonyos járvány miatt nem mentünk. A jövő hetünk jobb lesz, mondta ő. Nem tudom, szívesen eléneklem, annak szintén a hangzásával van baj, és akkor megkérem a stúdiót, ez a nem tudom hány eszem? Ez kérek szépen 15-ös. Ha ők hallják, amit én mondok, hogy a 15-ös? 15-ös. Viszont egy bajom van, hogy valamivel halkabb, felvétel készült, miért a többi zeném. Egy pici hang előtt. Én szerintem meg fogja oldani. Bizony, ő hallja is talán. Nem is kellett volna mondani. Lássuk, hallja. Szíves, régi dal. És gyönyörű. És neked gyönyörű, nekem is van. Örömmel. Feléded, ó, drágám, sus-sus-susog már, benne szívem száll, melodit damúz, zengi, hogy ne hagyjál bár, sus-sus-susog már, két szív, az egy pár, olykat, ha majd ég, nálad maradnék, bár csak szeretnék. Párom lehetnék, sok nyelven megírtál, kedvenc dalocskád, csak
tőlem fogadd el, hozzád írt szöveggel, kérd szívem szerelmét, és én így felelnék, ó, melody d'amour. Száll feléd a dal drágán, sus-sus-susog már, benne szívem száll, melody d'amour. Zengi, hogy ne hagyj árván, sus-sus-susog már, két szív az egy pár. Ha majd ég, nálad maradnék, bárcsak szeretném, párom lehetnél. Sok nyelven megírták kedvenc dalocskád, csak tőlem fogadd el, hozzád írt szöveggel, kérd szívem szerelmét, és én így felelnék, ó, melody d'amour. Száll feléd a dal drágán, sus-sus-susog már, benne szívem száll, melody d'amour. Zengi, hogy ne hagyj árván, sus-sus-susog már, két szív az egy pár. Régen, nagyon régen. Élő zene egyébként szól benne, középen, azt persze megköszöntem, de jó, hogy megszól ez a tangó harmadik. Neked feltűnt, hogy más a hangszíne, mint a gépzene? Ez élő hang, a hangra harmonikáról beszélek. De jó ez a kis, ma is. Hogyne, hát ez egy nagyon híres dal. És ezt sokan nem ismerik, annak, mert régi dal. Hát én azt egy újszülöttnek tudod, Péter, azt, minden. Én azt hiszem azért sokan ismerik ezt a dalt. És sokan ismerik, ezt nem mondtam, hogy nem ismerik sokan. És ha nem is dúdolják, hogy annak idején... Sűrűn nem. Annak idején nem is halljuk szokták igen? mondani annak idején apáink, nagyapáink korában, hogy akkor jó egy dal, hogyha Schuster Jenes is ének, vagy Fütyüli az utcán. Az a sláger. Az ugye, a sláger, az a igen. sláger, de ma már slágereket sem fütyülik az utcán. És hol vannak ma Schuster Jenesok? Hát ez az én bajom. Sándor, akár, igen. Végül is akkor milyen szakmát folytattál? Ez volt az elektronikai műszerészet. Később folyamán vezető, de mint raktárvezető, és szerettem is ott dolgozni. Éjjel kettőkor bementem dolgozni, tehát jóval munkaidő lett. Éjjel kettőkor éppen érkezett egy, amit nem, vagy valamit átveszem. És jókorán keltem. Ez is a számítógéppel függ össze? Nem, mert az lett belőle. Hát hogy? Az egyik a könnyűipar, ruházattal foglalk, és a műszerek azok műszerek. Hát jó, ez akkor számítógép... voltál? Tehát volt... Azt nem mondtad. De dolgoztam az első magyar számítógépen, az egy hatalmas szoba, elképzelni nem tudjuk meg, hogy ekkora. De átvitt értelem. Ott kezdtem, na most a ruháipar, ez egy más tép. Az jobban érdekelt. Uh-huh. Tudod, kiszolgálni az embereket, és gyönyörű bőrzsekiktől kezdve, kosztümökig, meg mi vártuk akkor. De azt is tönkre, mert megszűnt. Ma már talán nincs is. Ezt úgy hívták, hogy bérmunka. Úgy végeztük el, hogy idegen országok, első Olaszország, egy gyönyörű bőrej, egy híres bőrej, ez a Prima. Csak már nem itt eszembe a neve, a bőrmédes fajta, milyen bőr volt. Nincs vagy akár esetben. Amerikának dolgoztunk, mint bérmunkások. Na most ez nekem már nem tetszett. Aztán elkerültem egy osztályra, például ilyen számokat kellett beütni, összeadni, mit tudom, ez könyvelésnek hívják alacsony szinten. Aztán hogy nem megszűnt a cég. És nagyon sajnálom, de állítom, hogy ma sincs igazán, sok maszek varrón, sok van. Valahogy azok a szép ruhákat nem azok várják, ha is vannak, de nem KFT-k, meg nem
jól mondjuk BT, de hívják őket, esetleg masszekoknak, vagy nagyobb, de nem az eredeti. Régen volt KFT. Beszéljünk a mai életedről. Azt kérdeztem, életedről, igen, váltottam, igen. Mai életedről van egy nagyon kedves, aranyos, csinos feleséged, a Kati. Hogy az is egy a neve, sor. Neve, az is egy sorozat. Melyre megtalálod az igazit, az egy sorozat, igen. Arról is szívesen mesél, nem intim dolgos, amit el lehet mesélni. Többször elhangzott a neve. Itt a stúdióban, igen, mert többször itt is volt. Igen, aztán, hát már mind a mai adásban, aztán van egy kutyus. Igen, ez a szűk családi kör. Igen. És még mit tudsz? Hárman vagyunk egy. Hárman élünk egy. Na kutyusok velünk élni. Tudom. Családtag. Igen. Természetesen. Miért szereted a kutyákat? Vagy szeretitek? Próbálj meg egyszer egy kutyát, nem venni. Magadhoz venni. Hát hogy jött az ötlet? Mondjuk elmegyek egy, ma is, ha véletlen meghalna, és talán még van annyi évem, hogy bele le tudom élni az életet, egy kutyust örökbe fogadnék, de már nincs annyi évük, Péter. Szóval ma már nem tenném, de 3 éve él velünk. Imádom. Ha 3 napig élsz egy kutyussal, aztán öröm élni. Szóval szerint úgy megy haza, hogy felugrál hozzám, de percekig, mert hazamentem. És ő nem méri az időt, ha 10 perc után volt, mert addig voltunk távol, akkor ugrál, és mosolyog, és boldog, és én rögtön elkezd sétálni, meg vizet élni, meg élni elkezd. De addig szomorú. Maga ez egy csoda számomra. És mindig volt kutyám, amióta meghalt édesanyám, tőle volt, kaptuk az elsőt. Hát, hogyha ő meghalt, tervezett dolog volt, akkor amilyen lesz. Tehát ilyen gondja édesemnek nem volt. A második kutyánkat szerettük nagyon, de ugyanaz a fajta, csak más kiló. Egy nagyobb kutyus volt, fiú kutyus. A harmadikat meg szándékos. Katit biztattam, hogy még belefér, hidd, belefér, hogy örökbe fogadhassuk, de soha nem vettünk kutyát. Egyszer próbálni 3 nap, akkor azt mondott, hogy mindig legyen kutyád. De ez komolyan, csak bele kell élni egyszer. A fiam nem ezen a véleményen van, véletlen egyszer, sztori, történet. Nálunk volt porpén, ünnepeltük talán a házassági. Amikor a házasságot kötött, ha meg tudod a szépszámot, ha tudod mikor volt, de úgy emlékszem, nem tudod. Szóval a házasságot kötött, és ők voltak a tanúink. Nálunk voltak, megérkezett a fiam, ő nekik van 10 macskáik, kb. 10, mert mindig oda betesznek a nagyon szép házuk, a kertjükbe, egy cicátak, akkor 11 van. Igen. De ez tényleg így működik. Igen. Mert tudják, hogy ők szeretik, de nem, hogy szeretik. Én a feleségét... Ti a kutyákat szeretitek? Ők ki a macskák? Igen, ez is. Meg a macskákat. Én minden állatot szeretem, még a vadállatokat is szeretem annyi, ők nekik is fáj esetleg, mert emlős állat, vagy akár hüllő, vagy... Tehát én azokat is szerettem, de azoknak van egy másik helye. De most házi állatokról beszélni, igen, lenne másik kutyám, ha megtehetném. Ne adj, ne legyen, inkább ne legyen. Öröm vele élni. Próbáld ki egyszer. Ha ilyen élmény után megkérdezsz, miért? Hát azért, amiért te is ezen a... Így gondolod. De lehet, hogy nem érzed ezt. Tehát a kontaktust nem ér. Addig élj vele, amíg érzed, hogy imádom. Tehát nekem öröm hazamenni, ezt akartam mondani. Igen? A családhoz. Öröm, Sándor, be kell fejeznünk a műsort. Eltelt 10 óra, elszaladt az idő. 2 percen még van esetleg. Úgyhogy igen. Még egy dalra. Igen, azt te választod, mindig az elmegyek, búcsúzom. Nem. De igazat mondtam. Hadd mondjam el a mondatot. Mindig azt szoktam énekelni. Nálatok is. Ez egy olyan búcsúzom, de csak a műsortól búcsúzom, de remélem nem tőletek. Szól a dal. Ezt átvitélt, de egy kapcsolat története. Tehát két története is. Legyen ez a búcsú. Most legyen más. Legyen más. Azt éppen az akartól a gyors vonatot néztem ki. De az egy vidám, pergős, mert többet nem tudok mondani, egy jó kis dal. Aztán lehet vonatozni is, lehet, erre vonatozunk egyet, de akkor sétálsz velem. Nem sétálod. Akkor nem sétálsz. Sétálod.
hanem szívesen, elzakatolunk a... Hogy találtad meg, az meg a te magán ügy. Tényleg az utolsó. Elzakatolunk akkor a nézőktől. A, mondjuk a stúdiónak a 24-es számot. Elköszönünk a nézőktől ezzel a dallal. Köszönöm neked is, hogy itt lehettem, és találkoztunk. Igen. Nagyon boldog névnapot. A finésztem, meg köszönöm szépen, én is. Kívánok. Ez a te kamerád. Lesz. Ez a te kamerád. Az. Igen, ide néz, ide. Most ez egy másik kamera. Integes, ez egy másik kamera. Bocsánat, elnézést, szóval elköszönök, és köszönöm, hogy megnézték a műsort. Ideiglenesen, mert... Remélem, még lesznek folytatása, vagy nem lesz, ezt nem tudom. Nem a főnök, a vezető, ezt mondja, szívesen jövök egy hasonló jellegű műsorban. És hogy nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Köszönöm a 2 órát, a Katit külön üdvözlöm. Hát, ha hazaér. Ő otthon a képernyő előtt. Átadom, ha hazaér. Ő néz minket most. Nem kell átadni, mert néz minket. Akkor hallja. És hallja, hát, sátja. Tőle is akkor úgyhogy, nem kell. Úgyhogy, de üdvözlöd úgyhogy, talán, azt akartad mondani? Úgyhogy megköszönjük a nézőknek a figyelmet. És arra vettem eddig, hogy kellemes műsort. Igen, mondok a meghívásokhoz. És legközelebb találkozunk. Akkor találkozunk. Most meg akkor zakatunk. És a műsor címet már előre tudom, ugyanez lesz esetleg. Így van. De az, hogy szól a Tandori, ez nagyon csúnya mondat. Akkor és legyen, nem én legyen találtam továbbra ki. Legyen továbbra zenesarok. Az elég. Akkor, de hogy szólok én is. Akkor zakatoljunk el most, jó? Szívesen. És egy vidám kis dal. És akkor aztán mindenkitek jó éjszakát. És aztán vonatozzunk együtt. És vonatozzunk ha tovább. Ha kedvetek van hozzá. Én nem? Zakatol és szerelemre hív, gyere el, itt megtalálod párodat, ez kell, hogyha magányos a szív. Állomásról állomásra megállunk, úti célunk szerelemliget. A kalauz mindenkinek tisztelek, s nem kéri el most a jegyeket. Szerelem szárnyán messze száll a vonatunk, nem kell most félni, hogy bármiről lemaradunk. De szög a gőzös át a kéklő hegyeken, és az zakatolja, hogy éljen a szerelem. Zaka, zaka, zakatol a gyors vonat, zakatol és szerelemre hív. Gyere el, itt megtalálod fáradat, ez kell, hogyha magányos a szív. Szerelem szárnyán messze száll a vonatunk, nem kell most félni, hogy bármiről lemaradunk. Döcög a gőzös át a kéklő hegyeken, és az zakatolja, hogy éljen a szerelem. Zaka, zaka, zakatol a gyors vonat, zakatol és szerelemre hív. Gyere el, itt megtalálod párodat, ez kell, hogyha magányos a szív. Zaka, zaka, zakatol a gyors vonat, zakatol és szerelemre hív. Gyere el, itt megtalálod párodat, ez kell, hogyha magányos a szív. Zaka, zaka, zakatol a gyors vonat, zakatol és szerelemre hív. Gyere el, itt megtalálod párodat, ez kell, hogyha magányos a szív.